Szeretettel köszöntöm az életreceptek nézőit, és szeretettel köszöntöm dr. Tihanyi Istvánt ma is. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Úgy gondoltuk a dr. úrral Istvánnal, hogy csinálunk egy olyan adást, amikor azokra a kérdésekre végre válaszolunk, amelyek önöktől érkeznek, hiszen írnak a Facebook oldalamra, írnak a műsor után a YouTube-ra, van, aki személyesen kérdezte meg, hogy mi lenne, ha a doktor urat megkérdezném erről vagy arról. Hát most eljött ez a pillanat, hogy egy egész műsort szentelünk annak, hogy a beérkezett kérdésekre válaszoljunk. Benne vagy, remélem, ugye, István? Remélem, hogy elég lesz a műsoridő, mert sok kérdés volt. Hát legfeljebb majd csinálunk máskor is ilyet. Nem fajsúlyoztuk, nem állítottuk sorrendbe, hanem ahogyan érkeztek. Nyilván most nem fogom mondani, hogy kitől érkezett, mert tiszteletben tartjuk mindenkinek a személyiségi jogait. Úgyhogy az első kérdés az rögtön így hangzik, és ez azért tényleg egy fontos kérdés, hogy mi itt a műsorban leggyakrabban, mi a te kifejezésed? Lágy gyógymód, vagy... Szelíd gyógymód. Szelíd gyógymódra ajánlunk készítményeket, legfőképpen gyógynövényekből, de ő azt kérdezi, hogy mikor kell elkezdeni gyógyszert szedni, amikor már nincs más megoldás, és tudomásul kell venni, hogy nem segítenek a szelíd gyógymódok, hanem tudomásul kell venni, és bevenni a gyógyszert. Akár életünk végéig, hiszen szokták mondani, hogy vannak gyógyszerek, amik életünk végéig kell. Igen, rengeteg ilyen gyógyszer van, amit ha felírnak, akkor az orvos mondja, hogy ezt most már innentől folyamatosan szednie kell. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az orvos feladata ezt megítélni, ebben ne is kételkedjünk, de már az orvostudományban is paradigmaváltás indult el. Mi ez az epigenetika? Mindnyájan egy genetikai programmal születünk, de ezt például az ikreknél is észrevettük, tapasztaljuk, hogy hiába egypetőjű ikrek, szinte ugyanaz a genetikai programjuk, de hogyha, különösen, hogyha máshol nevelkednek, akkor teljesen két nem azonos ember fog felnőni. A legszemléltetőbb az epigenetika például a méheknél. Ugyanabból a lárvából kifejlődhet a dolgozó méh, és csak az táplálkozását kell megváltoztatni, amit a méhek nagyon jól tudnak, hogy mivel táplálják azt a lárvát, királynő is lehet belőle. Tehát tulajdonképpen a genetikai programot az életvitelünk befolyásolja, és azt a programot, ami bennünk van, azt ebbe vagy abba az irányba a program keretein belül tudjuk irányítani. Tehát ez maga az epigenetika, és ennek a, miért említem, miért próbáltam ezt olyan részletesen megmagyarázni, mert hát ma már bizonyított, hogy akár a pajzsmirigy, akár a cukor, különösen a cukorbetegség, nem 100% a vérnyomásról nem is beszélve, kezelhető, és nem feltétlenül csak ugye a cukorbetegségnél, csak a hormonok hatásával, tehát pótlásával, inzulin pótlásával a pajzsmirigynél hormonok, különösen a kezdeti stádiumnál, hanem a vérnyomásnál a vérnyomás csökkentők, hanem életvitel megváltoztatásával. De ez az autoimmun betegségektől, a bőrbetegségek mindenre vonatkozik. Mióta ezt a műsort csináljuk, szinte minden adásba behozom azt, hogy igenis az életmód mennyire fontos, és igenis, hogyha valaki túlsúlyos, akkor fogjon le valamennyit, vagy változtasson az étrendjén, vagy mozogjon. Tehát akkor most végülis ezt ajánlod te is. Igen, tehát az életvitellel minden megvan. Életszemlélettel, életvitellel, tehát azzal, hogy hogy reagálunk a környezetünkre, azzal minden megváltoztatható, és ma már Magyarországon is oktatják ezt a szemléletet, méghozzá a Semmelweis Egyetemen a Magatartás Tudomány Orvoslási Kar, vagy Intézetben. Pont erre van a hangsúly, hogy a magatartás,
azzal, hogy hogy állunk ehhez a betegséghez, mennyire próbáljuk ezt a betegséget felnőttként kezelni, nem gyerekként, hanem felnőttként, tehát mennyire vagyunk érettek, leszünk érettek, ezt értem, szellemileg is ahhoz, hogy ezzel a betegséggel szembenézzünk, és készen legyünk arra, hogy nem félelemmel, hanem egyszerűen felvegyük a harcot, és le is küzdjük, és tehetünk sok mindent. Példa, magas vérnyomás, cukorbetegség. Ha beállítunk egy olyan életvitelt, a rendszeres mozgást, a megfelelő táplálkozást, kalóriaszegény táplálkozást, sikerül megszabadulnunk a súlyfeleslegektől, helyreáll az esetek többségében, helyreáll a cukorszint, nem kell cukorgyógyszert szednünk, nem, sőt, vannak pácienseim, akik az inzulinról is leálltak, gyógyszeres visszaállni, ami korábban elképzelhetetlen volt, le lehet állni. Tehát ez már bizonyított, hogy le lehet állni, maximum gyógyszeres kezelésre, vagy átállni. A vérnyomás is, tehát egy 15 kiló eredményezheti, hogy helyreáll a vérnyomás, nincs szükségünk vérnyomás csökkentő gyógyszerekre. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy minden a kezünkben van, a lényeg, hogy legyen meg a jó kapcsolat a kezelőorvosunkkal, mert nagyon fontos, hogy milyen a harmonikus kapcsolatunk, és mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy a tanácsait be is tartsuk. Köszönöm szépen. Ó, hát egy nagyon kedves téma következik, már ez túl eufemizált kifejezés, ugye? Hát az köztudott. Most az utóbbi időben megint valószínűleg volt egy kampány, vagy volt egy nagy kutatás, aminek nem meglepő eredményeként ugye megint kijött, hogy mi magyarok elhízottak vagyunk, túlsúlyosak vagyunk, a világ élvonalába. Negyedik nemzet vagyunk, tehát egy olyan eredmény, amire nem igazán kéne büszkének lennünk. Akkor mi az ajánlott súly? És mi az, hogy ajánlott súly, vagy nem tudom, egy 20 évesnek mi az ajánlott súly? Egy korombélinek mi az ajánlott súly? Egészségügyi világszervezet konkrétan megfogalmazta, hogy ez a testtömegindex hogyan határozható meg, tehát az, hogy mikor tartozunk a normál súlyokhoz, mikor a túlsúlyosok közé, és hát mikor tartozunk a elhízottak közé, az elhízottnak is van három kategória, egyes, más, kettes és hármas kategóriára a foka az elhízásnak. Tudod, az ember magával, így én is magammal megengedő vagyok, nem fogom elárulni, hogy mennyiből fogytam le a 13 kilót, de ami megmaradtam, az még mindig a túlsúlyos kategória is. Tudod, az én koromban egy nő már elgondolkozik rajta, hogy érdemes nekem még tovább fogyni, hogy itt lógjon, ott lógjon a bőröm. Nyilván nem akarom elhumorizálni ezt a témát, mert tényleg nagyon fontos lenne, hogy ezt komolyabban vegyük. Hát ezt tőled nem egy műsorban ugye hallottuk, hogy az elhízás az micsoda betegségeknek a hát idézőben meleg ágya. Elhízás tulajdonképpen már a második és harmadik fokú, az mindenképpen egy betegség. De én szerintem már az egyes fokú elhízás is betegség kategóriába kell sorolnunk. Az úgynevezett túlsúly, hát az inkább rizikófaktor, ott még nem alakulnak ki betegség, még nem, de nagyobb eséllyel alakul ki későbbiekben, vagy cukorbetegség, vagy hipertónia, vagy szív- és érrendszeri más jellegű betegségek, tehát ízületek, ugye hát minden nagyobb a súlyunk, annál nagyobb terhelés az ízületekre, ez az ízületek artrózisához vezet, úgyhogy érdemes elgondolkozni ezen a WHO javaslaton, vagy testtömegindexen, általuk megszabott testtömegindexen, mert hát az egészségünk függ tőle. Vegyük komolyan. No, valaki azt kérdezi, vagy meséli el, hogy reggel, mikor felébred, akkor bizony szédül, kóvályog, nehezen szedi össze magát. Mi oka lehet ennek? Hát a szédülésnek sok oka lehet, akár a agyi keringési zavar, aminek a hátterében egészen komoly problémák lehetnek, az érrendszeri és akár daganat. Lehet egyensúlyzavar, tehát az egyensúly központ, ami a fülünkben van.
abban kialakult, és ez a leggyakoribb, az úgynevezett benignus paroxizmális vertigó, amikor úgy szinte ijesztő szédülés tör ránk hirtelen. Mi történik ilyenkor? A egyensúly központban a kárcium-karbonát kis kristályok valamilyen okból leszakadnak, és ingerlik ezt az egyensúly központ, és akkor alakul ki a szédülés, meg a szemünk is így jár. De érdekes, pont a barátnők között valakinek pont ezt fedezték fel, hogy ez okoz nála ilyen... Ez a leggyakoribb formája, és elég könnyen, viszonylag könnyen kezelhető. Van erre egy nagyon jó módszer, egy torna gyakorlat, úgy hívják, hogy Epley manőver. Na most ez az Epley manőver, meg lehet találni az interneten, hogy most részletesen nem magyarázom el, de hát a fej jobbra-balra mozdításával és bizonyos pózba utána felülni, helyre tudjuk ezeket a kristályokat billenteni, így van, és megszűnik a szédülés. Megszűnik, de lehet a hátterébe akár Menier szindróma, ami szintén egy komoly kerégési zavaj, Hányingerrel, látászavarokkal járhat, úgyhogy érdemes, ha szédülés van, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni és kivizsgálni nyaki keringési zavar. Ez úgynevezett hátsó nyaki keringési zavar szintén okoz szédülést. Szédülést okozhat a magas vérnyomás, alacsony vérnyomás. Szédülést okozhat a cukor magas szintje, alacsony szintje. Ezekben az esetekben általában nem ez a forgó jellegű szédülés jelentkezik, hanem ilyen bizonytalanság, mintha részeg lennék. De az okát mindenképpen ki kell deríteni, orvoshoz kell fordulni. Hát pláne, hogyha valaki mondjuk egyedül él, idősödő, annak meg különösen érdemes nem ezt elhanyagolni. Esetek többségében olyan banális és nem komoly tünet, de viszont nagyon komoly probléma is lehet a háttérbe, ezért javaslom, ha ilyen tünettel találkozunk, ne próbáljuk gyógyítani magunkat, hanem érdemes orvoshoz fordulni. Azt mondja, hogy hát ugye most már itt lassan kitör a nyár, nyáron, mikor meleg van, a kezemen az ízületek jelentősen megduzzadnak, aztán ősszel visszarendeződik mondjuk, de a nyári meleg az egy ilyen furcsa tünettel jár. Tapasztaljuk teljesen egészségesen ezt a tünetet. Tulajdonképpen a melegben a kapillárisok, a hajszálerek kitágulnak. Ez ahhoz vezet, ugye hát meleg van. A vérkeringés aktivizálódik, kitágulnak ezek a hajszálerek, hogy több hőt adjon le a periféria, tehát a kezünk, végtagunk. Ilyenkor a szövetekbe több folyadék áramlik ezekből a kitágult erekből, és hát egy kicsit ilyen hurkás lesz a kezünk, különösen a repülőút, ugye, ahol még a nyomás is különbözik, tehát egy repülőút után, mikor leszálltunk, milyen duzzadtak az ujjaink, ez általában átmeneti elmúlik. De ha ehhez párosul a nehéz légzés, szívpanaszok, láb, ödéma, mindenképpen orvoshoz kell fordulni, mert itt lehet komoly szív- és érrendszeri probléma, nyirokrendszeri probléma, ezt ki kell egy orvosnak deríteni. Azt mondja, hogy gyakran fáj a fejem, valaki ajánlotta, hogy mielőtt gyógyszert veszek be, inkább igyak egy pohár vizet, hát ezt valóban gyakran halljuk, hogy így igyunk vizet, és majd elmúlik. Lehet-e ilyen összefüggés? Nagyon is gyakori. Uh-huh. Ez talán a leggyakoribb. A páciensem is mondják, hogy rákérdezek, hogy fáj a feje. Igen, de iszom egy pohár vizet is megszűnik. Tehát már maguk is kitapasztalták, hogy ezt a jelenség, ez tényleg valós. A víz a legfontosabb anyag, ami a szervezetünkben van. Nem véletlenül 80%-a, 85% az agyunknak víz. A sejtekbe 90%-a víz, testszövetekbe 70, tehát az egész testünkben 70% vízből áll. Ez egy nagyon fontos anyag, és hogyha ez
hiányzik, pont azért, mert elfelejtettünk inni, hanyagok voltunk, elhanyagoltuk a folyadékbevitelt, akkor kialakulnak nem csak ilyen problémák, hogy megfájdul a fejem, ez a legjobb, mert akkor jelez a szervezetünk, és tudjuk, hogy inni kell. De gyakran fogalmunk sincs arról, hogy hát mi is lehet a háttérben. Például nagyon kevesen tudják, hogy ízületi problémák akad okozhat a vízhiány. Látászavarokat, húgyuti problémák, nagyon gyakran húgyuti problémák jelentkeznek, ha kevés a folyadékbevitel. Először kristályok lennek, meg ugye nagyon sűrű a vizelet, és ez már szinte meleg ágya annak, hogy bakteriális fertőzést kapjunk, akkor a szív- és érrendszeri panaszok jelentkezhetnek, mindenféle ugye keringési problémák, még a szorongás is hozzátartozik. A bőrünk szárassága, a bőrünk ráncossága, tehát a folyadék bevitel rendkívül fontos ahhoz, hogy a szervezetünk harmonikus egyensúlyban tudjon maradni, és ne alakuljanak ki az előbb felsorolt problémák, ha bár az összes problémának csak egy tizedét soroltam. Én ebben nagyon sokat tanultam, dietetikusok okosítottak ki, mert elmondták, hogy a vízivás az egy szokás. Tehát amikor már ugye szomjasak vagyunk, akkor már majdhogy nem késő. Nagy a baj, mert akkor már kezdünk kiszáradni. És én például azt csinálom, hogy az otthonom több pontján, legalább 4 ponton van egy kancsó víz. És észrevettem, hogyha a kezem ügyében van a víz, akkor sokkal gyorsabban, vagy sokkal több vizet iszom, mint hogyha térülök, fordulok, és tehát nem jut eszembe, de ott van az orrom előtt, akkor több vizet iszom. Úgyhogy ezt önöknek is ajánlom, hogy valami ilyen módszert alkalmazzanak, mert bocsáss meg, még ezt is hallottam, hogy amikor már nagyon szomjasak vagyunk, és akkor mondjuk megiszunk 2 pohár vizet, gondoljuk, hogy na, akkor helyreáll a vízháztartásunk. Erre meg egy nagyon szemléletes példát mondtak, hogy mondjuk egy virág, ami már így lekókat szegény, és arra öntünk vizet, azon átszalad a szárazföldön a víz. Tehát rögtön toalettre rohanunk, és nem épül be a szervezetünkbe. Úgyhogy én ezeket tapasztaltam. A víz az rendkívül fontos, ugye, Oláh Andor, Szentendrei házi orvos, tehát neki volt az a bölcs mondása, hogy minden jó, ami a vízhez hasonló. De a szomjúság későn alakul ki, viszont van kóros szomjúság, amikor iszom. Amikor vederjük a vizet, és nem azt a napi 2-3 litert, hanem 5-6, vagy annál akár veszélyes, többet. Nem? Mi történik ilyenkor? Elsősorban meg kell nézni, hogy nem magas a cukrunk. Aha. Ez akár gyermekkorban is kialakulhat. Nagyon gyakori. Első tünet, magas a cukorszint, emiatt besűrűsödik képletesen a vér, és higítani kell, és szomjúság jelenik meg. Úgyhogy ez lehet akár a szomjúság, akár annak, hogy jól működik a szervezetünk, és jelzi a vízhiányt a jele, de akár egy ilyen kóros. Tehát nagyon komoly problémának is az előjele. Ez is kedvenc témám nekem személyesen is, ugye, hogy itt azért sokszor elárultam már önöknek, hogy én megelőzésként, vagy hogy nyugodt legyek, hogy a szervezetem hozzájut megfelelő mennyiségű tápanyaghoz, étrendkiegészítőket eszem. Viszont valaki azt kérdezi, hogy nyáron is egyene étrendkiegészítőket, tehát hogy szükség van-e külön vitaminok nyomelemek bevitelére, vagy elég, hogy megegyünk egy almát, egy őszi barackot, cseresznyét, meggyet, ugye a mérsékelt égővünknek ez egy csodálatos kincses bányája, sok finom gyümölcs, ami egymást követi. Kétségtelen, hogy nyáron kevesebb vitaminra van szükségünk, mert többhez jut a szervezetünk, akár a gyümölcsök által, de hát a napfény által is, ugye a D-vitamint, a napi 15 perc napozás pótolja szinte a napi D-vitamin adagunkat. Na de lekenjük magunkat fényvédőkkel. Fényvédőkkel magunkat, már kevesebb. Azt gondolják, hogy hát igen, nyár van, akkor most már termel D-vitamint a szervezetünk. Igen, ám, de egész nap az irodában vagyunk, vagy a szobában, tehát óvjuk magunkat a napfénytől, pláne ugye most már az UV
veszély is itt van, tehát úgy, hogy érdemes is óvni magunkat. Ebben az esetben, ha keveset tartózkodunk a napon, idős embereknél erre különösen jellemző, akkor érdemes akár nyáron is pótolni a D-vitamint. A modern, úgymond mezőgazdaságnak köszönhetően a gyümölcsök mind nyomelem, mind vitamin tartalma jelentősen csökkent. Összehasonlítva akár nem is olyan távoli múlttal, 1960-nal. Valahogy ez az 1960 az volt egy ilyen választóvonal. Addig elfogadható szinten voltak a nyomelemek, mikroelemek a talajba, onnantól kezdve folyamatosan csökkent. Tehát a mezőgazdaság kiszívta, kiszipolyozta a talajt, fáradt föld, aminek nincs meg a megfelelő nyomelemtartalma, csak a műtrágyát adjuk, a nitritek, azok pedig csak a növekedés serkentik, nagy, szép gyümölcsöket kapunk, tehát tartalmuk teljesen nulla vitamin és nyomelemekből. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen is kimutatták, hogy például a búzában 1960-ban 24 nyomelemmel több volt, mint most. A káposzta a legszembetűnőbb, mert ott nem csak a nyomelemek, hanem a vitaminok tartalma is jelentősen csökkent. A 10%-át sem éri el a 1960-as évnek. A 10%-át. Mit teszünk? Elég rémisztő. Rémisztő dolgok. Tehát a búzában is a fehérjék, ugye a tartalma, az igazi, az éltető fehérjék, amiből mondjuk a vegetáriánusok tudnák pótolni a fehérje bevitelt, az is jelentősen csökkent. Tehát mi van? Egyszerűen csak cellulózt fogyasztunk, tehát rostanyagot, amiben nincsenek a megfelelő nyomelemek, vitaminok. Ezek nélkül nem csak a növények, az ember és az állati szervezet sem tudja építeni magát, harmonikus egyensúlyba kerülni, és megjelennek a betegségek. Tehát mindenképpen érdemes pótolni, erre érdemes figyelni pótolni. És pótolni. Azt mondja, koleszterin csökkentők, hogy akkor azt mondja, egyáltalán kinek magas a koleszterin szintje, vagy mi az, hogy magas, meg itt hallani olyat is, hogy hát a családban mindig mindenkinek magas volt, tehát akkor... Hát ez egy familiáris koleszterin. Igen. Így van. És azt mondja, hogy igen, ezt egy vegetáriánus írta, hogy pedig ő vegetáriánus, és mégis magas időnként. Két oka lehet. Igen. Tehát az egyik az, hogy familiáris koleszterinemiával állunk szembe, tehát ő egy genetikailag öröklött koleszterin szintemelkedéssel küzd. A másik, hogy a koleszterintől, ezt kevesen tudják, elsősorban az epe által szabadul meg a szervezetünk. Tehát a koleszterin az egy annyira fontos építőanyag, belül állnak a vitaminok, a hormonok, stb., hogy a szervezet nem alkotott, a természet nem hozott létre egy enzimet, ami a koleszterint lebontja a szervezetünkbe, sőt, az agyunk saját koleszterint termel. Mert máskülönben nincs gondolkodás. Na most a koleszterin csökkentők. Tehát akkor részben szükség is van a koleszterinre. Nagyon nagy szükség van rá. Nagyon nagy tehát szükség van. Tehát nem kell ezt egy mumusként... A magas koleszterin szint, ha ténylegesen magas, az vezethet, hogy hamar elmeszesednek az erek. De én szerintem ez egy kicsikét túl van lihegve, mert ugyanúgy, mint a cukorbetegséget, meg a magas vérnyomást, bizonyos fajta diétával, nem is diétával, mert diétával csak olyan 10%-ra csökkenthető a koleszterin szint, ez már bizonyított, tehát nem a zsíroktól lesz magas a koleszterin szintünk, hanem az életvitelünktől, a kevés mozgástól. A mozgás nagyon csökkenti a koleszterin szintet. Az étkezésnél a vegetáriánus írta ezt a levelet, valószínűleg ellustult a sok zöldségtől az epéje, és tehát neki valami epe hajtókat kellene, ami által a szervezete meg tud a fölösleges koleszterinnel az epén keresztül, koleszterintől meg tud szabadulni, például a fekete retek. És hát ugye erről ismerjük azt a mondást, hogy a fekete retek reggel méreg, délben éteg, este orvosság, tehát különösen estére
mit érünk el ezzel? Javul az emésztésünk, megfelelő mennyiségű epe kerül a bérrendszerbe, kettő, csökken a koleszterin szintünk, és javul az alvásunk. Este a reteg jó alvást biztosít, mert sokan nem tudják, de 2 és 3 óra közötti ébredésük pont a rossz epe működésnek köszönhető. Itt egy nagyon direkt kérdést kaptunk, mert nyilván homoktöv is, olaj, sokféle van a polcokon, de itt valaki azt kérdezi, hogy a Pharma Nordi miért kiemelkedően jó, vagy miért azt ajánlják sokan orvosok? Hát a Pharma Nord egy olyan nemzetközileg elismert cég, ami olyan minősítéssel rendelkezik, ez a Max Pure, tehát maximális tisztaságot tükrözi, amit sokan nem érnek el a termékek létrehozása során. Ezért a Pharma Nord olajai, akár a Omega 3, vagy akár a homoktövis olaj, magas kvalitású és tisztaságú olajak. Ezáltal növekszik a hatásuk is, a gyógyító hatásuk is. De a homoktövis olajat már, ha említetted, a homoktövis olajban a Pharma Nord egy finországi alapanyagot használ fel, és erről az anyagpanyagról nekem pontos ismereteim vannak. Ez a világon a legmagasabb palmitolajsav tartalommal rendelkezik. Szibéri és északvidékeken éri el a homoktövis ezt az omega 7 olajtartalmát, és ez az omega 7-nek van a nyálkahártyára pozitív hatása, az immunrendszerre, a bőrregenerálódástól kezdve, a fekélyek gyógyításáig. Tehát ez, amit ugye a múlt adásban, ahol az omega 7-ről beszéltünk, én fel is igyekeztem felvázolni. Tehát ez kimondottan annak köszönhető, egy nagyon jó tisztaság, nagyon jó minőség, és magas hatóanyagtartalom. Egyébként egy egész adást szenteltünk ennek, tehát a YouTube-on ezt nyugodtan visszakereshetik. És a végére egy nagyon jó kis kérdést hagytam. Azt mondja, okozhatnak-e a táplálék kiegészítők függőséget? Hát a jó közérzet okozhat függőséget. És hogyha ezt a táplálék kiegészítőknek köszönhetjük, akkor ilyen szempontból igen. De nem. A válaszom az, hogy nem. A táplálék kiegészítőkhez nem lehet úgy hozzászokni, hogy nélkülök már nem vagyunk képesek létezni. Egy, hogy minőségileg másképpen éljük az életünket, ha helyesen választottuk meg, amelyekkel pótolni tudjuk a hiányokat. Mert hát ugye Pauling, a kétszeres Nobel-díjasunk is azt mondta, hogy minden baj okát a hiányok ban kell keresni. Tehát a vitaminok, nyomelemek hiánya okozza a legtöbb betegséget. Ez végszónak is jó, úgyhogy köszönöm szépen. Önöknek köszönöm, hogy kérdeztek tőlünk, mert ez azt jelenti, hogy néznek, hallgatnak minket, és hát a továbbiakban is a szolgálatukra állunk, úgyhogy nyugodtan írják meg a kérdéseiket, akár a kommentekben, akár az én Facebook oldalamon, úgyhogy nagyon szívesen, gondolom, máskor is csinálunk esetleg ilyen adást, ahol kifejezetten a nézői kérdésekre nagyon fogunk szívesen válaszolni. Köszönöm szépen, doktor úr, a rendelést, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!